41. Agromos Expónak vagyunk a záró, a 4. napjának délutánján, és itt a Kovácske standján még mindig sok érdekes dolgot látni, és van is érdeklődő. A mosti bemutatott portfólió hogyan állt össze? Úgy állt össze, hogy a régi bevált gépek mellé hoztunk pár új bemutatásra szánt gépet, az új szerkezetű grúberünket, finomítottunk az avítóhengerünkön, a hidraulikus állítású talajlazítónkat. A finomításról volt szó az előbb is, ennek során mennyire lehet figyelembe venni a gazdálkodók, termelők, partnerek igényeit? Nagyon figyelembe vesszük, főleg itt a finomítások során a kényelmi szempontokat is figyelembe vesszük, hogy minél kevesebb ráfordított munkával minden jobb minőséget tudjunk úgy kiadni, és milyen használhatóbb gépet kapjanak. Lehet-e kiemelni esetleg az érdeklődés szempontjából az idei Expón valamilyen géptípust? Érdeklődés szerint a legnagyobb a Gruberemre volt, és utána az itt látható sortközművelő kultivátor folyékony kiutató egységgel. De nagyon sokan érdeklődtek ugyanúgy a régi bevált gépeink után a függesztett fogas és a talajlazít után is. Lehet-e ezt esetleg vélelmezni, hogy az érdeklődés szempontjából az idei évnek mi lesz a slágere, amit a cégnél beszerezhetnek? A slágere mindenféleképpen a Gruber lesz, és a sorközművelő kultivátor. Vannak esetleg igények új fejlesztésre, tehát fog bővülni a portfóliója a cégnek? Meglévő gépeknek a szerkezeti finomítását tervezzük. Lesznek amúgy új gépcsaládok is, de az még legyen a jövő titka. A jövő azt jelenti, hogy esetleg már egy következő kiállításon akár be is lesznek mutatva? Mindenféleképpen úgy lesz. A következő az már idén váltó? Tehát mi lesz a következő lépés? A következő lépés az nyár vége, a debreceni Farmer Expo lesz, és ott meg fogjuk mutatni az új terméket. A napnak a végén, itt a 4. napnak a végén azért most lehet vonni egy pici egyenleget. Elégedett lehet-e a cég az érdeklődőkkel, és hogy tulajdonképpen mi az, ami mindenképpen elmondhatom, mint pozitívum az idei Agromos Expóról? Nagyon elégedett vagyok, nagyon-nagyon sok érdeklődő volt, és nagyon sok régi ügyféllel találkoztam, sikerült újakat is szerezni, és bízom benne, hogy ezekből az új ügyfelekből vásárlók is lesznek.